Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Tárnokról. Szintén egy vonalbejárós videó lesz, most a Tárnoktól Sóskútig vezető kisvasútot fogom bejárni. Ez egy személyszállítás nem volt, ez egy bányavasút volt, és ugye biciklivel menni. Valahol még arrafele lesz az egyik. És úgy már itt két külön bányában is volt kisvasút innen, és ugye a személyszállítás ezen nem folyt, hanem ugye csak teherszállítás, tehát a bányából kitermelt dolgokat szállították át ide a nagy vasútra. Hát már elég régen felvezették mind a kettőt. Nem tudom mennyi nyomát fogom találni, de bejárom a nyomonat és akkor meglátjuk. Egyébként úgy tudom, hogy egy patak fölött egy híd még megvan. De meg fogjuk nézni. Úgyhogy hát akkor előre. Akkor itt lennénk és a kisvasút itt fordult rá itt erre az utcára, ahol most állok. És alaponnan ott arról jött, csak a vasútnak a másik oldalán, viszont ott nincs út. És nem lehet megközelíteni. Úgyhogy, és itt ment egyenesen Sóskút fele tovább, úgyhogy és én is erre fogok menni. Ez egy olyan kb. 4-5 km maximum. Úgyhogy akkor előre. De itt nem valószínű, hogy bármit is fog találni, mert már jó van, már legalább 50 éve felszették ezt a vasutat. De pontos információt nem találtam róla, viszont ami még lényeges volt, hogy 600 mm-es nyomtávolságú volt. És gyakorlatilag itt ment a közút mellett. Tehát itt fentről.hu-n talán még lehet valami találni róla, de szerintem már ott se. Tehát feltéve, hogyha nincsen ilyen 60-as évekbeli kép, mert azon még talán rajta van. Lána, és de bejárom, aztán meglátjuk, hogy mit fogok találni. Nézzétek, útban akkor a vasútnak a nyomvonalán, hát valahol itt lehetett a töltés, csak szerintem közben a közútfelújításnál. Ha egyáltalán még volt akkor közút, akkor ugye eltüntették, de végig ezen a nyomon nagyon esen haladt. És itt van egy Antenna Hungáriának egy telephelye. Nem semmi, rengeteg antenna itt a földön, meg rádiótornyok is. Hát most megnézhetem, hogy itt milyen adók vannak, de semmilyen információ nem volt. Nem lehet pontosan tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy itt milyen telephely van, és egyáltalán milyen adások mennek innen. De valószínűleg ezek inkább bevő antennák, ezek nem műholdadó antennáknak tűnnek, bár ki tudja. Ugyanilyen műhold antennákat lehetett végebben használni. Meg hát ugye nyilván most is, csak már nem annyira kelendőek a műholdas adások vételére. És ezek a tornyok pedig hát valami antennák lehetnek. Szerintem van rajta mobiltelefon, átjátszótól kezdve általán sok mindent lehet. Az ott úgy néz ki, mint egy hagyományos TV antenna. De mikor azt mondja, annál komolyabb szerkezet lehet. Hát mindegy, tovább Sóskút fele. Nézzétek, itt van egy alagút. Itt felettünk meg az autópálya, és valahol itt jöhetett a vasút, és nekem ez is gyanús, hogy esetleg lehet, hogy itt jött egyébként az út mellett, és itt volt neki az átevesze. Hát itt nagyon nézve. Hát itt töltés nem látszik, pedig hát hogyha valahol itt lett van, akkor nem hiszem, hogy azt eldózalolják, nagyon könnyen. Vagy talán még lehet, hogy egy kicsit arrébb volt és a térkép jelöli hibásan, azt nem tudom, de az ott egy vezeték, tehát az nem vasúti hídnyoma, de azért megnézem, hát ha. Hát amúgy lehet, hogy ez volt a töltése, mert nem hiszem, nem úgy tűnik. Az meg ott egy vízvezeték csak. Egyébként erre kell tovább menni. Van egy körforgalom, és utána már max. Egy kilométer, és ott van Sóskút. Na, feljöttem mégis ide, de hát nem tudom eldönteni, hogy ez volt-e a töltés, vagy sem. Bár mondjuk gyanús, mert 600 mm-es nyomtáv az itt pont elfélt volna, és nyíl egyenesen ment. Hát lehet. Hát vagy az út mellett ment, de hát akkor annak már biztos, hogy semmi nyoma nincsen. Úgyhogy hát ez jó kérdés, így nehéz eldönteni, hogy pontosan hol ment a kisvasút. Ezt nézzétek, előjöttünk, de kisvasút töltésnek még mindig semmi nyoma. És már itt vagyunk Sóskúton. És itt ment valahol, és szerintem itt az ároknak a helyén mentek a sinek. Hát itt úgyse találok szerintem semmit, viszont a túloldalt van járda, vagy bicikli út, vagy mind a kettő, úgyhogy inkább ott fogok menni. Úgyhogy egészen a bányáig, itt szerintem hogy tudom követni, majd figyelem itt a túloldalt, hogy látok-e valamit. És még mindig Sóskúton vagyunk. Hát valahol itt jöhetett a vasút.
És egyébként a másik ágaposztam, a másik bánya van, az meg arrafele van, úgyhogy majd el kell menni itt a végéig, aztán visszajönni ugyanitt, és ott arrafele elmenni. Op, ott jön egy busz. Hát nem erre fog jönni. És hát akkor itt errefele kell tovább menni, a vasút is valahol itt ment. De látható nyoma eddig nem volt. Ezt nézzétek. Ez egy ilyen régi csapás. Hát a homokút nem olyan lehet benne biciklivel menni, viszont van egy pár kőben, tehát lehet, hogy ez már a bányához harcolt, és itt vasút ment. Itt el tudok képzelni egy 600-as nyomtávú kis vasutat, mert nyilván a bányáig van belajzolva a nyomvonal, de biztos, hogy a bánya területén belül is ment. Hát, megpróbálom ezt követni. Egyébként a térkép is úgy mutatja, hogy a Biatorba egy úttal elkanyarodott egy szakaszon a kis vasút, és erre a szaggatott vonal jelzett útra mutat, ami szerintem az lesz. Ez egy földút, és hát ugye nem autóút, hanem valami ösvény, de... Egyébként a kilátás jó, hát itt a agyagbánya volt itt Sós úton, jól tudom, és hát látjátok, hogy nem lenne itt ekkorak az akkor, én nagyon jó panoráma fotókat lehetne csinálni. Hát mindegyézzen az úton végig megyek. Állítólag abban az útba torkolik be, ahol a bánya volt, úgyhogy hát ha ott találok valamit. Hát fele fogok visszafele is jönni, mert itt nincs forgalom. Az úton meg elég nagy forgalom van és nagyon szűk, úgyhogy itt biztonságosabb lesz majd visszajönni. Ezt nézzétek, van itt egy nagy híd, és na innen azért már jobban látszik itt a bánya területe. Hát igen, itt közben utána néztem, kőbánya volt itt, és hát látszik is, hogy semmi, hát ugye úton már nem működik a bánya, de hát itt ez volt az egyik ányász terület, az is biztos, és ugye, itten, és nézed meg a túloldalt a kilátás, már azért érdemes volt ide jönni. És ilyen még szóljuk, bár innen már annyira nincs, itt az út végén már ott van a tanagos, és itt. Ja, itt alatta van egy út, igen, ez egy földút van itt alatta. Szóval itt jó kérdés, hogy pontosan hol ment a kis vasút, de még az is lehet, hogy ott lent. Hát igen, itt már nehéz így kideríteni őket, hogy nagyon régóta felszedték már, ugye fentről pontunk sem biztos, hogy találok róla valamit. Itt kevesebb tárgyemlék van. Ja, biciklisek csak az úton. Ugye itt van a közút mellettünk. De hát onnan nem lehet ilyen szép panorámát ideózni. Na itt fotózok is egy párat, aztán majd irány tovább arrafele. Innen jöttünk, és most már a térkép is azt mutatja, hogy a kisvasút ezen az úton jött, és itt. Akkor itt ezen az úton ment tovább, és ott egy kicsit később egy ilyen U alakban fordult be a bánya fele. Hát megpróbálom megnézni, hát találok még valami nyomát. Bár nem hiszem, szerintem egy az egybe felszedték. És itt vagyunk, ahol szerint itt jött valahol a vasút, itt átjött az úton, még ott a másik út keresztezése valahol előtt itt, és vett valahol egy ívet, és itt kellett, hogy menjen a bánya fele. Tehát így valahogy arra. És itt ez szerintem az a töltés lesz. És itt jobban megnézem, de elvén már tudom képzelni, hogy itt ment a kis vasút. Hát, na valameddig megpróbálok rajta bemenni. Tömölt gumival nem fogok defektet kapni, valameddig bemegyek, aztán meglátjuk. Na nyilván a végéig nem tudok elmenni, de megnézzük. Hát itt valahol erről jöttem, és így mutatja a térkép, hogy itt jött valahol a kis vasút, de szerintem valahol errefele ment be a bányához. De hát nagyjából itt a véget, ezen a nagy győzés úsnyáson keresztül nem tudom követni, de egyébként ott, ahol azok a világító testek vannak, szerintem az már a bánya volt. És arrafele. Meg hát ki tudja, hogy üzemele még valamennyi a bányából, még azt is el tudom képzelni, hogy bányásznak még így, csak már nem olyan volumenben, mint régen. És akkor ez a szakasz, ez ennyi lett volna, hát majd másik bányánál akkor megkeresem a többit, ott valószínűleg több nyomot fogok találni. Hát most valahol itt vagyunk a fő utcán, de szerintem most rossz irányba jöttem, vissza kell menni. De fő utcán végig, és aztán a Temető utcán kell lemenni, és ott lesz. Ja, igen, ez egy zsákutca, ide nem kellett volna bejönni. Azt hittem, hogy itt át lehet vágni. És
akkor ott egy mellékutcán majd lemegyek, hát nem jött össze. Már szerintem egyszer erre már jártam korábban, és akkor itt volt egy ilyen gyalogos út, ott mutatom, hogy ennek az utcának a végén, de ott már van egy telek, és le van zárva. De egyszer itt még átvágtam, és akkor a utána lévő mellékutcába le tudtam menni, a kisebb a forgalom, hát ez most nem jött össze. Itt vagyunk a Karcsomokványa bejáratánál, és azt a tippet kaptam, és így jött, hogy a kisvasút így jött, hogy ott a villanypóznánál fordult itt be, és jött itt végig. És utána ott egyenesen letárnokra, úgyhogy ezt fogom majd bejárni, hát ha találok még valami nyomát. És hát csak olyan 30 éve szedték föl, most ezt hallottam, tehát lehet még majd szerencsénk, hogy egy 1978-as vagy 1988-as fentőpontú térképen még meg lesz. Hát be fogom ide vágni a videóba, hogyha ez így van. A többit majd meglátjuk. Akkor csak előre tovább, hogy jobban tudom mutatni. Tehát ott azon az úton jött, itt volt a villanypózna, és itt jött be itt a... Ez már a Karcsomok Kft. Telephelye is. Ugye ott van a bányának a bejárata, tehát ha tovább nem lehet menni. Ugye meg fogom mutatni a térképet, hogy lássátok, hogy ugye mire gondolok. Na szóval... Ott látszik, hogy ott vagyunk annál a háromszögnél. Ott van a bánya bejárata, és akkor itt ment tovább. Egészen be a bányának. Hát azt most nem lehet bejárni, az már magánterület. Találkoztunk itt a biztonságvel, és úgy mondta, hogy ne filmezzek be, mert ugye nyilván értelmeszerűen bemenni se lehet. Hát, ugye a bánya az még aktív, tehát még a mészkövet azt ott bányásszák. Meg a Karcsomokot is, tehát Karcsomok bánya is, meg a másik pedig mészkő, de egy céghez tartozik a két bánya, és egyébként itt volt még egy iparvágány, tehát itt is volt egy becsatlakozása, és egyébként itt nyílegyenesen jön tovább. Hát ezt viszont már tudom követni. Hát itt egy kisebb forgalmú út van, ez már csak ide a bányához vezet, plusz ez egy... Itt lefelé nyílegyenesen megy tárnokig. Tehát itt ment a kisvasút valahol, mellett az úton, és itt még volt egy befelé vezető vágány. Itt így átlósan is bevezetett egy a bányába. Hát látjátok, hogy... Sok nem maradt belőle. Ja, nekünk arra kéne tovább menni. És itt ment valahol a vasút, csak ugye, hát nem tudom, hogy át lehet-e menni, mert ott a felhajtóban, utána meg az M7-es. De az valahol meg kéne kerülni. Nem tudom, itt valahol meg lehet-e. Arra fele talán el lehet menni. De ez viszont egy zsák utca. És akkor látjátok, hogy ott van előttünk már az autópálya. És itt jött valahol a kis vasút, de mindjárt meg is fordulunk. És itt a földútnak a helyén, és majd a következő becsatlakozásnál ott kanyarodott balra. És itt nyoma az már nincsen, mint látjátok, viszont tudok, itt valahol átmegy egy patak felett, és annak a hídja még megvan. Ezt meg fogom keresni, hogy legalább valami tárgyi nyomát találjam. Istenem, akkor itt fordult el a kisvasút. És így ezen az úton ment tovább. És utána később kanyarodott rá a fő utcára, hogyha jól tudom, de mindjárt megnézem a térképet, ami pontosan merre ment. Hát jól láttam, a földút végén rákanyarodik a Benta utcára, és ott van mellette a patak, tehát szerintem, és amellett megy, tehát szerintem ott lesz majd a híd, ami megmaradt. És utána viszont majd lesz egy kiágazás, mert Anasztázia major fele is ment egy szárnyvonal, előbb azt fogom bejárni, és majd onnan vissza a vasútállomásig. Na és akkor nézzétek, hogy onnan jött a kis vasút arról, így, és itt ment tovább ezen a földúton. És valahol azt a patakot is kereszthesse, és állítólag az a híd még megvan. Hát meg fogjuk keresni. Van ott egy híd, de az nem az. Tehát láttam fényképet arról a hídról, amit keresünk, és nem így néz ki. Ezt nézzétek. Ez lesz a kis vasúti híd, ami megmaradt. Látok, hogy itt van még a... Tehát, itt pont egy 600-as nyomtávú kisvasút elfér, viszont adja magát a kérdés, hogy merre ment. Mert itt a patakparton ment, de vagy melyik oldalt ment. Ha a másik oldalt ment, akkor viszont kellene, hogy itt... szerintem akkor ez úgy lehetett, hogy itt jött ezen az oldalon, itt átment a túloldalra, mert ugye errefele nem ment, az biztos. Többször megnéztem, és itt ez a Benta utca, és ezzel párhuzamosan itt ment akkor a kisvasút. Így. Ott van is valami kő, tehát lehet, hogy szelvénykő, meg fogom nézni.
Mert hogyha a túloldalt ment volna a kisvasút, akkor lennie kellett volna itt még egy hídnak. Már pedig kisvasútnak, és amit ott láttam, az sima gyaloghíd volt. És nem jelzi a térkép, hogy többször átment volna a patakon, viszont itt jelez benne egy törést. Hát mindegy, fentülő.hu, ezt mindenképpen meg kell nézni és kinyomozni. De azt láttam képzelni, hogy akkor itt jött valahol, erre, és akkor így évben itt átjöhetett. És igen, és itt átlósan keresztezi a patakot, ez a híd. Na, nem mászok még ide, és megnézem alulról is. És hát itt vagyunk, ez itt a bent a patak, azt közben megnéztem, és bizony, itt még sínszálak vannak a... És hát itt nem látszik, de a túloldalt vannak sínszálak, és ez biztos, ez a kisvasút hídja volt. Ez innen már egyértelmű. És aztán a túloldalt, azok ott sínszálak. És akkor át a hídon. Vonatpótló biciklivel. Erről jöttünk, és itt jött a kisvasút, ahol, és itt ez a Rákóczi út, itt ezen a már akkor is meglévő közúti hídon indult el arra fele tovább, tehát itt volt egy kiágazása egyébként, itt elment a Anasztázia puszta fele is volt itt egy szárnyvonal, most először akkor elmegyek arra, utána itt vissza, mert itt tovább ment arra fele is, tehát itt közöbb, és úgy ment a vasútállomás fele, viszont mondom, itt volt egy szárnyvonal Anasztázia puszta fele, most akkor elmegyek arra, és akkor azt először bejárom. Nézzétek, erről jöttünk is. Itt jött a kis vasút be, egészen egyenesen. És itt tovább, csak hát itt látjátok magánterület, úgyhogy nem megyek tovább, nem is biztos, hogy érdemes egyébként, de térkép szerint ugye itt még volt, és szerintem úgy nagyjából addig, ahol az autó áll, addig tartottak a vágányok. Viszont itt már nincs semmi érdek, viszont ez itt, ami érdekes lehet, mert szerintem ez az élő állatrakodó volt. Ez nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen élő állatrakodó. Tehát... Kicsit ezért akkor válok ide bejönni. Hogy szerintem itt. Hát akkor itt látszik, hogy ez volt az a rakodó, és igenis ott voltak az állatok, és szerintem itt volt a berakodás. És mint az előbb megtudtam, itt térrakodó, viszont itt laknak errefele, tehát itt lakók is vannak, itt Anasztázia pusztán, tehát szerintem mégiscsak be tudok ide menni. De még kicsit beljebb udulok, és akkor megnézem, hogy van-e még valami, bár szerintem itt már sideket nem fogunk találni. Viszont az alakodó az így érdekes, ez mindjárt még csinálok a fotót is. És akkor itt vagyunk a hazatérő kútja és a Rákóczi kereszteződésébe, a kisvasút az itt jött. Ahol, és itt egy ívet így vett, és így fordult ide be. És akkor itt jött az úton, hogy egyenesen a vasútállomásig ment. És ami még érdekes, az ez itt. Ez lehet, hogy a kisvasúthoz tartozó szelvénykő volt, viszont felirat nincs rajta, hogy bármi más is lehetett. Ezt nem tudom így megmondani, hogy mi volt. És még egy adalék, amit eddig nem mondtam, hogy a kisvasúthat valószínűleg akkor bontották el, mikor itt az M7-es autópálya megépült. Mert annak volt útba, és szerintem akkor már nem volt akkor a forgalma, hogy érdemes legyen ugye máshogy más nyomodon kiváltani, vagy alul esetleg felüljárót építeni neki. Tehát egyszerűen, amikor az autópálya megépült, akkor elbontották, mert szerintem a bányaforgalom akkor nem indokolta. És hát akkor egyenesen tovább, és itt a kisvasút egészen a nagyvasúti állomásig ment, és az átlakópont is ott volt. Szóval, tehát azon az utcán jött végignyi egyenesen, és itt volt valahol. Akkor hát nyilván itt kiment egészen a nagyvasút is innekig, és itt volt valahol egy átrakó. És hát az akkor ez a kisvasút bemutató, de ez ennyi lett volna. Úgyhogy sikerült bejárni a sóskúti kisvasutakat. Hát olyan tárgyi nyomot alig sikerült találni, leszámítva azt egy hidat, meg azt a szelvénykövet, ami talán a kisvasúthoz tartozik, talán nem, hát lehet tudni, viszont a nyomvonal az megvolt, és hát meg ugye ez az élő állatrakodó, még az volt talán a legnagyobban nyoma, amit sikerült találni. Hát ugye az Anasztázia, majd Majori az lehet, hogy tovább megmaradt, mint a bányavasút, mert ugye ennek
nem volt útban az autópálya. Bár lehet, hogy azt már akkor sem használták, úgyhogy valószínűleg egyszer leszették fel az egészet, de hát ennek utána kéne nézni pontosan. Hát dokumentumok erről még nincsenek, vagy sajnos én nem találtam. Illetve miért is érthető, hogy mikor bontották el, csak a nyomvonalról. Úgyhogy akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor most már csak haza kell tekerni egészen Zuglóig, úgyhogy innen Tárnokról. Úgyhogy akkor előre tovább. Sziasztok!